Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 7 és május 23-a között minden vasárnap este 21 órától a Facebookon és a YouTube-on, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat. A mai alkalommal a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 5. részét tekinthetik meg, amely ismét egy különleges alkalom, ugyanis a mai részben a fele baráti szeretetről lesz szó. És üdvözöllek benneteket is, kedves fiatalok! Kit nevezhet az ember a fele barátjának? Mi alapján ítéli meg valaki azt, hogy ki a fele barátja? Mit tanít Jézus a fele baráti szeretetről? Talán kedves nézőinket és hallgatóinkat is foglalkoztatták már ezek a kérdések? Amennyiben a válaszuk az, hogy igen, akkor mindenképp maradjanak velünk, és tudjanak meg többet arról a szeretetfajtáról, amely mindannyiunkat minden egyes nap kell jellemezzen. A továbbiakban az ige szolgálatot I.S. Márton lelkipásztor fogja hirdetni, majd ezután rákerül a sor a Széki gyülekezet fiataljainak egy részével vételezett kerekasztal beszélgetésre is, amelyet Amota Loránt lelkipásztor és Jankó Benyámin lelkipásztor vezet le. Köszöntelek benneteket, kedves fiatalok, a Ki vagyok én ifjúsági sorozat 5. alkalmán. És köszöntelek téged is, Jankó Benyámin lelkipásztor itt a Széki gyülekezetben. Köszönjük, hogy házigazda vagy, és elfogadtátok a lehetőséget, hogy együtt legyünk ezzel az alkalommal. Mi örülünk, és köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk is. Amint már láttátok a sorozat során, Jézus Krisztusnak olyan kijelentéseivel foglalkozunk, melyekről azt gondolnák egyesek, vagy azt mondanák, hogy bárcsak ne tette volna ezt meg Jézus Krisztus. Hogy miért? Hát erről beszélgettünk el veletek fiatalokkal, alkalomról alkalomra, és a mai alkalommal I.S. Márton lelkipásztor ige szolgálata után fogjuk megbeszélni azt a kérdéskört, amit a prédikációból megpróbálunk majd megérteni, kihámozni. Hát köszönöm, hogy együtt vagyunk, és akkor tekintsük meg az ige szolgálatot, utána pedig folytatjuk a megbeszéléssel, a kérdésekkel. Ki vagyok én? Mi az élet értelme? Hogyan tudunk szabadok lenni? Miért tanulunk annyi fölöslegesnek tűnő dolgot az iskolában? Hogyan tudnánk beilleszkedni egy csoportba? Az élet tele van kérdésekkel. Ime csak néhányat említettem meg azok közül, amelyek foglalkoztatnak minket. A kérdések elengedhetetlenek. Így tanulunk gyerekkorunkban, bátran kérdezünk mindent, később szégyenlőségből, nem tudásunk leleplezéséből elmaradnak a kérdések. Máskor kérdéseink vizsgáztatásként jelennek meg. Fontosak hát a kérdések, de Vágó István könyve alapján kérdezni és tudni kell. Jézust már harmad rendben kísértik kérdéseikkel. Szinte fontossági sorrendben egyre jelentősebb csoport körében, és talán egyre jelentősebb és veszélyesebb kérdésekkel is. Heródás pártiak az adóról, sadduceusok a házasság és a feltámadás kérdéséről. Végül a farizeusok a törvény legfontosabb parancsolatáról kérdezik. Máté 22. fejezet 38-39. versében olvassuk Jézus válaszát. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. És ez az első nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolat olyan, mint az ajtó sarkai. Ha az csak az egyiken jár, újból emelni kell, míg mind a kettőn nem függeszkedik az ajtószárny, mert csak úgy nyílik és zár jól. Így módon függ a két parancsolattól az egész törvény és a próféták.
Jézus szereti, ha kérdezzük. Ő mindig kész válaszolni. És nem jár úgy, mint a farizeusok, hogy tehetetlenül árnak a kérdés előtt, hanem mindig tud felelni. Jézus mindhárom kérdésre felel. Neked is fog. Ha kérdéssel fordulsz felé, neked is fog válaszolni. De nagyon veszélyes őt kérdezni. Mert válasza lehullatja rollad a leplet, tisztátalan kérdésénket leleplezi, és az is lehet, hogy visszakérdez. És akkor bajba kerülhetünk, ha nem tudunk felelni. Egy új keletű tévtanítás szerint a szeretet kettős parancsa három. Mert nem csak azt mondja, hogy szeresd Istent és fele barátodat, hanem azt is, hogy szeresd önmagadat. A helyes önértékeléshez és önmegvalósításhoz szüksége van az embernek arra is, hogy megtanulja szeretni önmagát. De mit ír erről a Szentírás? Más az önmagam elfogadása, és más az önmagam szeretése. Az előbbire bátorít a Biblia. Ír arról, hogy Isten egyenként megtervezett mindnyájunkat, mind egyedi darabok vagyunk, egyedüli példánya, hogy írja Kosztolányi. Mint Isten alkotását fogadjam el magamat, a külsőmet, képességeimet, adottságaimat, és a hiányaimat is. Legyek hálás minden tőle kapott értékemért, és tartson alázatban minden hiányosságom. Mindannyiunkból hiányzik valami. Aki így elfogadja magát, annak helyes önértékelése lesz. És boldogan szolgál Istennek és segít embertársainak. Ez azonban nem önszeretetet jelent. Az önszeretet velünk születik. Azt inkább fékezni kell olykor. Jézus világosan két parancsról beszél, szeresd Istent, és szeresd fele barátodat. A mint magadat csak mérték. Legalább úgy szeresd a másikat, amennyire magadat szereted. Az önszeretet egyenesen bűnnek minősíti a Biblia. Például az utolsó időkről írja, amikor felerősödik minden gonoszság, lesznek az emberek. Magukat szeretők, önzők, pénzsóvárok, 2 Timóteus 3.2. Jézus Krisztus sokkal inkább az önfeláldozásra adott példát. És erre bátorít. A felebarát iránti szeretetből fakadó önfeláldozás és az önszeretet semmiképpen nem fér meg együtt. A Biblia tanítása tehát világos. Fogadjam el és ápoljam Istentől kapott testemet és lelkemet. De legalább ilyen fontos legyen nekem a másik ember teste és lelke is. Akkor teszek eleget Isten parancsának. Ennek az egészséges egyensúlynak feltétele, tápláló forrása pedig az, ha teljes szívemből szeretem Istent. Azt könnyen mondhatjuk, hogy szeretjük Istent. Mert sajnos ezt már nem szoktuk hozzátenni, hogy ennek tetteinken is meg kellene látszani. Azt már nehezebben mondhatjuk, hogy szeretjük a másikat. Ha egyszer tetteink az ellenkezőjét mutatják. Ezért is János, a szeretett tanítvány int bennünket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse testvérét is. Persze lehet fokozni a kérdések sorozatát azzal, hogy ki az én fele barátom. Az irgalmas samaritánus történetét már olyannyira ismert, hogy hajlamosak vagyunk átfutni ahelyett, hogy jobban elmerülnénk a részletekben.
Legtöbben úgy gondoljuk, hogy Jézus példázatának irgalmas samaritánusa vagyunk, vagy legalább annak kellene lennünk. De milyen üzenetet hordozna a történet, ha mi lennénk az, akit megvertek, kiraboltak, és ott hagytak félholtan? Képzeld el, véresen fekszel az úton, mikor egy teológus jön arra, de ő annyira el van foglalva az Istenről való elmélkedéssel, hogy észre sem vesz. Aztán feltűnik egy lelkész, nagyon sietősen lépked, fél, hogy elkésik az imaházból. Észrevesz, de nincs ideje rád. Tovább fekszel az úton. Amikor hirtelen megjelenik egy menekült, egy tinédzser, egy hajléktalan, egy más bőrszínű vagy vallású ember. Képzeld, hogy ő viszont ellátja a sebeidet. Magával visz a legközelebbi hotelbe, ahol addig maradhatsz, amíg meg nem gyógyulsz. És ráadásul ő fizeti ki a hotelszámlát. A példázat végén Jézus a következő kérdést teszi fel. Mit gondolsz? E három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Te mit válaszoltál volna? A válasz egyértelmű. Az, aki könyörült rajta. Jézus erre azt mondta, menj el, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Menj el, kedves fiatal, és tegyél úgy, mint amit egy Istennel való, szeretetteljes kapcsolat környezetében tennél. Nem pedig egy olyan lista részeként, ami tele van szeretetlen tételekkel. Minden valódi fejlődés alapja az önzetlenség. Az önzetlen szolgálat során minden képességünk a legmagasabb szinten fejlődik. Egyre inkább részesülünk az isteni természetből. Felkészülünk a mennyre, mert a mennyet fogadtuk a szívünkbe. A felebaráti szeretetről beszélgetünk a mai alkalommal. Jézus Krisztusnak ezt a tanítását vizsgáltuk meg az ige szolgálatban, és ezt beszéljük meg. Mit jelent a felebarát? Esetleg milyen elvárásaink vannak egy felebaráttal szemben? Egy bibliai tanításból kiindulva, az irgalmas samaritános példázatában a kifosztott, megvert embernek az volt a fele barátja, aki segített rajta. A samaritánus, aki nem sajnálta idejét, pénzét, büszkeségét félretette, leereszkedett a nyomorult helyzetben lévőhöz, hogy segítsen neki. Ennek a példázatnak a központi gondolata az, hogy észrevegyük azokat az embereket, akik segítségre szorulnak. Ha egy példázat szerint élünk, példát mutatunk az embereknek, függetlenül attól, hogy Bibliát ismerő vagy nem ismerők. Köszönöm a válaszodat, és szeretném, hogyha még ennél a kérdésnél időznénk. Mit jelent a felebarát? Ez egy nagyon jó bibliai példa volt, és látjuk, hogy segíteni egy másik embernek, egy rászorulónak már felebaráti szeretetet jelent. De mit jelent felebarátnak lenni véleményetek szerint a hétköznapokban? Igazából utána néztem a magyar értelmező szótárban, és egy ilyen vallásos megközelítése van ennek a szónak, a fele barátnak, ami azt jelenti, hogy akár barát, akár ellenség. Más nyelvekből másképp van megfogalmazva, angolból lefordítva szomszédot jelent, vagy románból lefordítva azt jelenti, hogy valaki, aki melletted van. Igazából nekünk nagyon könnyű is azt mondjuk, hogy mindenki a fele barátunk, és közben lehet, hogy a gyakorlatban soha senki. Ahogy hallottuk a válasznál is, fele barát az, aki rászorul az én segítségemre, vagy én annak vagyok a fele barátja, és azok közül sem minden nyomorult, hanem pontosan aki ott van, és az útjaink összetalálkoznak. Bizonyos elvárások hangzottak el részedről is, és Szilárd részéről is. Ez jogos ez az elvárás? Valójában erről szól a felebaráti szeretet, illetve barátnak lenni?
Az elvárások szerintem nagyon is reálisak, hisz Jézus Krisztus olyan önzetlen szeretettel szeretett, amit tőlünk is elvár. Függetlenül attól, hogy valaki milyen nemzetiségű, milyen vallású, milyen társadalmi helyzettel rendelkezik, szegénye vagy gazdag, milyen egészségnek örvend, épp úgy a fele barátunk, mint egy olyan személy, aki hozzánk közel áll. Ahogy az ige is mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat, és szerintem ez szerint kellene éljünk a mindennapokban. És hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy egy hátrányos helyzetben levőt látunk, egy beteget, aki segítségre szorul, tudatosítanunk kell magunkban, hogy igen, ő az én fele barátom, és segítenem kell neki. Csak a baráti kapcsolatban élhetjük meg a fele baráti kapcsolatot, tehát feltétlenül barátoknak kell lennünk egymással ahhoz, hogy egy baráti megnyilvánulást tudjunk kifejezni, vagy megtapasztalni a másik részéről, mert a samaritánus története példázata valami mást mond el. A kérdés megválaszolásához először ki kell induljunk abból, hogy a fele barátainkkal hogyan viselkedünk, mivel ha a baráti körön belül Isten utasításait figyelembe vesszük, és azok szerint bánunk fele barátainkkal, akkor egy idő után olyan lelkület alakul ki bennünk, amely hatására a baráti kapcsolaton kívüli személyekre is szeretettel nézünk. Erre a jelen változásra Péter apostol egy jó példa. Ez a változás az ő életében akkor jelent meg, amikor megértette és elfogadta Jézus tanításait. A változása előtt Pétert a Biblia egy hirtelen természetű és meggondolatlan cselekedetű embernek írta le. Ezt az is alátámasztja, amikor a Getsemáné kertben a főpap egyik szolgájának levágta a jobb fülét. De viszont, ahogy ő is meg tudott változni Isten segítségével, úgy mi is, ha kérjük a Teremtőnktől a segítséget, úgy mi is meg tudunk változni. És ezek után én azt vallom, hogy ha mi Isten gyermekeinek valljuk magunkat, akkor feltétlenül szükséges úgy a baráti körön belül, mint azon kívül jó fele barátok legyünk. Hát nagyszerű gondolatok hangzottak itt el a részedről, és szeretném, hogyha még itt időznénk ennél a kérdéskörnél. És arról beszélgetnünk el, hogy véleményetek szerint miért olyan nehéz a baráti körünkön kívüli személyeket barátként kezelni. Ugye ezt a megfogalmazást használtad, és nagyon tisztán érthető ami számunkra, hogy azokkal barátkozzunk, azokra tekintsünk barátként, akik nem azok. Szerintetek miért nehéz ez, vagy miért megy nehezen úgy általában az embereknek? Gyerekkoromban olyan jó volt látni, mikor betévedt hozzánk egy-két kéregető hajléktalan, és adtunk nekik, és boldogan elmentek ezután, és bátorítok mindenkit arra, hogy akárcsak egy almát, vagy akárcsak egy pohár vizet adjon oda az rászorulóknak, hisz sosem tudhatjuk azzal, hogy ezzel a kis gesztussal mennyire meg tudjuk változtatni valakinek az életét. Fontos az, hogy nekünk törődnünk kell az emberekkel, mert nem tudhatjuk azt, hogy ebben a vírus helyzetben, mivel hogy az emberek ennyire eltávolodtak egymástól, akár egy mosoly, akár egy szép szó, mennyire meg tudja valakinek változtatni a napját. Ugye feltevődik még a kérdés, hogy vajon csak annak a személynek a napja lesz jobb, aki kap valamit, vagy az enyém is, aki adok egy felebaráti megnyilvánulást, tanúsítok? Igenis, az én napom is sokkal jobbá vált ezzel, és éreztem azt, hogy helyesen cselekedtem, és bátorítok mindenkit arra, hogy ilyen cselekedetet vigyen végbe, hisz ennek egy nagyon jó, pozitív hatása van az életünkre nézve is. Most még azért újból feltenném azt a kérdést, ami előtt tovább mennénk, mert egy kicsit változik most a beszélgetésünk irányvonala, hogy azért mit jelent nektek barátságban lenni valakivel, mit vártok el egy baráttól, és köszönöm a bibliai példákat, viszont most kíváncsi vagyok a ti életetekre.
Szerintem egy barátságban nagyon fontos az, hogy kölcsönösen tiszteljük a másikat. És a második legfontosabb dolog az a szeretet. Ahogy Lukács evangéliumában is leírja, hogy szeresd a te fele barátodat, mint önmagadat. Kölcsönösen kell szeretnünk a másikat, és amennyire Jézus szeret minket, mi is úgy kell szeretnünk embertársainkat. Köszönöm szépen, nagyszerű ez a gondolat, tisztelet és szeretet. És amikor érezzük azt, hogy segítséget kapunk a másik féltől. Emlékszem akkor, amikor az egyik alkalommal Benjamin kisegített engem, én már lehet, hogy elfelejtette, Brassóból utaztam Marosvásárhelyre, és otthon felejtettem egy nagyon fontos papírt az autóokmányai közül. Benjamin a kulcsa volt a lakásunkhoz, a brassói lakáshoz, és megkértem, Benjamin, menj vissza, kérlek, és azt az okmányt vedd magadhoz, és hozd majd el Marosvásárhelyre. Valami ilyesmi volt, nem emlékszem pontosan, de tudom azt, hogy Benjamin le kellett szálljon vonatról, vagy az autóbuszról, és elment, elvette azokat a papírokat, elvitte magával, és elküldte azzal a személlyel, akivel kellett, és rajtam sokat segített, hogy Vásárhelyről ne kelljen újból visszamenjek. Most nem tudom, hogy pont így volt a történet, vagy nem, de nekem annyira jól esett az, hogy valaki segített rajtam, és Benjamin kisegített egy olyan szituációból, hogy nem kellett 100 kilométert most megint levezetni. Tehát jó a baráti kapcsolatban lenni, és a baráti kapcsolatot megélni. De nem vagyunk tökéletesek. És azt látjuk, hogy nem az van bennünk, amit szeretnénk, hanem az van bennünk természetszerűen, amit nem szeretnénk. És sokszor kitör belőlünk az önszeretet. Mit jelent az önszeretet, és hogyan nyilvánul meg viselkedésünkben? Esetleg lehet majd arra is reagáltok, hogy ez milyen hatással van a baráti kapcsolatunkra. Az önszeretet ugyanúgy, mint a szeretet is a szívünkben nyilvánul meg. Jeremiás 17. fejezet 9. versében leírja, hogy a szív mindennél csalárdabb és mindennél gonoszabb, és ezt senki nem értheti meg. Szóval innen ered ugyanúgy a jó gondolat, mint a rossz gondolat. 2. Timoteus 3. fejezet 2-4 versében Pál apostol beszél arról, hogy utolsó időben lesznek az emberek önmagukat szeretők és önmaguk szerelmesei, ami a legdurvább önzéshez vezethet bennünket. Felmerülhet a kérdés, hogy ki tud igazán szeretni. Azt tud igazán szeretni, akinek szívében kitöltetett az Isten iránti szeretet a Szentlélek által. Önszeretetről beszélünk akkor, amikor az ember csak magának él és önmagát helyezi a középpontba. Persze természetes, hogy magunkat szeretjük, mivel egy önző világban élünk. Pedig Krisztus arra tanít bennünket, hogy szeressük fele barátunkat, mint önmagunkat. Példabeszédek 3. fejezet 24. versében le van írva, hogy mindennél jobban kell féltenünk a mi szíveinket, mivel onnan ered minden élet. Tehát először a szívünket meg kell tisztítanunk az önszeretettől, hogy szeretni tudjuk a fele barátunkat úgy, mint ahogy Jézus tette. Köszönöm szépen ezt a mondhatni teológiai megközelítést és a nagyon mély választ. Véleményed szerint, vagy véleményetek szerint miért olyan nehéz kilépni ebből a bűvös körből, az önszeretet köréből? Miért nehéz erről lemondani, elhagyni? Ahogy az előbb is említetted, sajnos az ember nagyon hajlamos arra, hogy mindent magának akar. Nagyon önző, amikor olyan dolgokról beszél, ami az övé. Nagyon önző, amikor előrébb akar lépni a munkahelyén. Vagy egyszerűen vegyünk egy versenyhelyzetet, az ember már is meg akar tenni mindent, hogy ő nyerje meg azt adott versenyt. Ugyanúgy az irgalmas samaritánus eset történetében is azok az emberek, akik otthagyták a beteget az út szélén, azért tették, mivel nem akarták az életüket nehezíteni. Nem akartak terhet a nyakukba venni, és úgy látták jónak, hogy inkább otthagynak, nem tesznek semmit. És sajnos ezek az emberek a lelkükbe kárt vallottak. És azt mondja Isten, hogy mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, hogyha a lelkébe kárt vall? Mit ér az, hogyha jó eredményeket érünk el? Mit ér el az, hogyha magas célokat tűzünk és azokért harcolunk, hogyha nem gondolunk a fele barátainkra és nem segítünk nekik? És ebben az esetben mi is a lelkünkbe kárt vallunk. Igen, az önszeretet az nem egy keresztény jelenvonás, és ez egy nagy küzdelem ebből kilépni, az egoizmus, az ön magunk szeretete, és Lucifernek ez volt a bűne, a vétke. Viszont a keresztény emberre
ezzel ellentétben az áldozat készség jellemző, az, hogy képes áldozatot hozni. A samaritánus élettörténete, élettapasztalata, amit olvasunk a Bibliából, amire utaltatok, pontosan ezt mutatja be, hogy képes bevállalni, felvállalni és tenni a másikért, még hogyha ez neki időbe, pénzbe, munkába, szolgálatba kerül. Mit nevezünk önfeláldozásnak, így a ti megfogalmazásotokban, értelmezésetekben? Mindezt mindenki tudja, Jézus tökéletes példát mutatott az önfeláldozásban. Feláldozta az ő életét, mi érettünk, meghalt a mi bűneinkért, hogy megváltson minket. Mivel Jézus követői vagyunk, őt szeretnénk szolgálni örök életünkön át, ezért mi is önfeláldozóak kellene lennünk. Mint ahogyan a Bibliában is olvashatjuk, Máté 28:20-ban, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát Jézus önfeláldozó hatalmas szeretete nem abban nyilvánult meg, hogy egyszer meghalt a kereszten, hanem hogy velünk lesz örökkön örökké a világ végezetéig. Erre egy tökéletes példa Máté a vámszedő története. Jézus azt mondta néki, Máté jöjj és kövess engem. Erre Máté mindent feláldozott annak érdekében, hogy Jézus kövesse. Senki sem gondolta volna, hogy ő lesz az, aki gyönyörűen leírja Jézus földi munkásságát. Ő mégis mindenről lemondott Jézusért. Gyertek még, menjünk még mélyebbre az önfeláldozás példái között, és nyilván oda kell eljussunk, ami a legnagyobb példa. Talán hozzatok be a beszélgetésbe még más ilyen példákat is, és beszéljünk arról is, hogy számotokra kimutatja be a legjobban az önfeláldozás példáját. A Bibliában számos példa van önfeláldozásra, viszont én két kategóriába szeretném ezeket sorolni. Az első kategória az, amikor az emberek az Istenbe vetett hitük miatt áldozták fel magukat, a másik pedig az, amikor az emberek miatt áldozták fel magukat. És néhány példát is meg szeretnék említeni. Ilyen például Dániel története, aki képes volt feláldozni az ő szabadságát, hogy bizonyítsa az Istenbe vetett hitét. Illetve Sidrák, Misák és Abednego története, akik képesek voltak inkább feláldozni a saját életüket az Isten imádatáért. Ugyanakkor megemlíteném Mózest is, hisz ő képes lett volna lemondani a saját üdvösségéről Izrael népéért. Azért a népért, aki éveken át lázadt Isten és Mózes ellen. Viszont szerintem legtöbbünknek az önfeláldozásról Jézus Krisztus jut eszünkbe. Hisz ő volt az, aki ember életére tettünk, és felvállalta a kereszthalált a mi bűneinkért. És szerintem ehhez nincs hasonló áldozat. Ti a ti életetekben hogy tapasztaltátok meg, még ennél a kérdéskörnél maradva, mekkora a legnagyobb áldozat, amit meghozhat egy ember, egy fiatal, a barátjaért, a másikért? Volt esetleg egy ilyen tapasztalatotok, mint nekem is, ahogy Benjaminnal valamikor, megéltétek-e ezt, hogy valaki segített rajtatok, vagy ti segítettetek rajta? Esetleg egy példát, vagy egy történetet, ha el tudnátok mondani. Egy hirtelen, ami eszetekbe jut. Most, ha már itt vagyunk, az érdekes az, hogy én erre a történetre annyira nem emlékszem, és azon gondolkodom, hogy lehet, hogy nagyon sokszor sokunknak nagy teher az időből feláldozni. Valószínű, hogy akkor nem szorított annyira az idő, vagy nagyobb a hatást értem el, mint amilyen áldozatot hoztam, hiszen benned ez megmaradt. De nagyon sokszor a mai kornak ez a problémája, hogy inkább odaad egy összeget, vagy leteszi a felelősséget magáról, hárít, mint hogy a saját idejéből feláldozzon. Azt gondolom én is, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit tehetünk egymásért, hogy az időnkből felajánlunk valamennyit, mikor jön a barátod, jön az ismerősöd, jön a szomszéd, jön egy fiatal a gyülekezetből, és azt mondja, te nem tudnál segíteni ebben és ebben. És ránézel az órára, és eszedbe jut, hogy mennyi dolgod van, és döntést kell hozni. Mert segíteni sohasem akkor kell, amikor azt könnyen meg tudjuk tenni. Segíteni általában akkor kell, amikor arra szükség van, amikor nincs rá időnk, de nekünk akkor kell reagálni. És ezt jelenti az önfeláldozó baráti szeretet. Szerintetek, visszatérve a gondolatokhoz, és Jézus Krisztusról volt szó, mi el tudjuk-e érni Jézus Krisztusnak
ezt a valós példáját, bemutatását az önfeláldozásban. Jézus, mikor a Földön járt, megmutatta nekünk azt, hogy soha ne a mi érdekeinket tegyük középpontba. Ő, ha bármit tett, azt érettünk tette, és nem önmagáért. Én úgy gondolom, hogy a mai világban, ha az ember kell valamit tegyen másokért, akkor benne van az a félelem. Mert ugye tudja, hogy az önző életére is hatással lesz. Az ember alapvetően önző, és ezt csak Istennel tudja leküzdeni, Jézus Krisztus segítségével. Ahogy írja Filippi 4.13-ban, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ha Krisztusban vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy igen, el tudjuk érni az önfeláldozást. Hát segítsen meg benneteket, bennünket a drága Jézus, hogy ebben jó példák lehessünk. Igen, vajon ha Jézus Krisztus kérdeznénk meg arról, hogy mit jelent igazi barátnak lenni, véleményetek szerint mit mondana Jézus? Mi lenne az ő válasza? Ezt a kérdést a Bibliában is megtaláljuk. Épp Jézustól kérdezték, hogy Mester, ki is a mi fele barátunk? És ő hogyan válaszolt? Mondott egy példázatot, a szamaritánusnak a példázatát. Gondolom legtöbben ismerjük, de az a nagy kérdés, hogy a mindennapokban alkalmazni is tudjuk. Ha például meglátunk egy szegény embert, akinek szüksége van a segítségre, oda megyünk hozzá, fölkaroljuk és segítünk neki, vagy elhaladunk mellette, mintha semmi nem történt volna. Az a kérdés, hogy Jézus mit is vár el tőlünk. Ő azt várja el, hogy ne legyenek különbségek az emberek közt. Ő nem tesz különbséget fiatal vagy idős, gazdag vagy szegény közt. Ő mindenkit ugyanúgy szeret, mert mindenki az ő teremtménye, és mindenkire fele barátként kell tekintenünk. Lehet, hogy ti is úgy látjátok, vagy úgy tapasztaltátok, hogy azok, akik egy kicsit tehetősebbek, vagy egy kicsit többnek gondolják magukat, vagy tanultabbak, úgy egy picit jobban el vannak szakadva a valós élettől, nehezebben tudnak leereszkedni az önfeláldozás gyakorlatában, vagy segíteni valakinek, egy felebaráti megnyilvánulást gyakorolni. Szerintetek ez egy valós dolog, érzékeltétek ti is ezt, miért van ez, hogyan lehet ezzel ezt így felvállalni, vagy ezt elfogadni? Szerintem ennek az oka az, hogy az emberek elfeledkeznek arról, hogy minden Isten ajándéka. Az egészség, a család, a barátok, a karrier, mindent neki köszönhetünk. És nem pedig a saját érdemeinknek, nem a saját erőnknek. Már a kezdetben Sátán felfúvalkodott azok az ajándékok miatt, amit Istentől kapott. És ezeket a gondolatokat próbálja ma is elhitetni velünk, és ezáltal mi úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk igazából fontosak, saját érdekeink, és így kevesebb időt szánunk másokra. Visszatérve a samaritánus példázatára, illetve példájára, szerintetek vannak még olyan emberek az ismeretségi körötök alapján, vagy olyan fiatalok, akik ilyen jellemmel rendelkeznek, vannak-e még samaritánusok ezen a földön? Ha megfigyeljük, a mai világban az emberek nagy része sajnos csak a saját érdekeikre és előnyeikre fektetik a hangsúlyt, és evel figyelmen kívül hagyják a körülöttük élő szenvedőket és rászorulókat. Viszont azon kicsin csoportja az embereknek, akik ebben a rohanó világban megállnak és lehajolnak társaikhoz, hasonlatosak az irgalmas samaritánushoz. Ezeknek az embereknek a jellemük hasonló Isten jelleméhez, a szívükben szeretet van és segítőkészség. Ilyen jellemmel rendelkeztek megváltozások után a fővámszedő Zákeus és Pál apostol is. Mind a ketten megtérésük előtt is egy magasabb rendű személynek számítottak, de viszont a legmagasabb pozíciót az életükben akkor érték el, amikor az életüket átadták Istennek, és más embereken segítettek. Mi is, amikor más embereken segítünk, úgy lelkileg vagy fizikailag, Isten szemében a legnagyobbnak tűnünk.
Nem számít az, hogyha nem egy nagy és drága dolgot adományozunk, Isten azt figyeli, hogy milyen lelkülettel adományozzuk azt. És ezek után én azt vallom, hogy még a mai világban is lehet bárkiből irgalmas samaritánus, csak át kell adnia az életét Istennek, és el kell fogadni őt vezetőjeként, és egy idő után ő annak az embernek a jellemét átalakítja. Hát legyen ez egy valóság az életünkben, a mi életünkben, legyünk mi is samaritánusok. Mit gondoltok, az önbizalom hiány egy gondot jelenthet esetleg a fele baráti szeretetben, vagy a mások megsegítésében? Nyilván, hogy könnyen felfedezzük önmagunkban, vagy azt gondoljuk, vagy úgy látjuk, hogy a pozitív értékeinket jobban észrevesszük, de ha valaki esetleg nem biztos abban, hogy valamit meg akar tenni, és nem is lát rá arra, hogy ő bizonytalan ebben a kérdéskörben, hogyan viszonyuljanak? A legjobb tanácsom az, hogy el kell gondolkozni azon, hogy Isten saját képére teremtett és hozzá hasonlóva. Vagy el lehet gondolkozni azon is, hogy Jézus Krisztus értünk meghalt. Az ember önmagában semmit nem ér, de Krisztussal az értéke felbecsületetlen. Az igaz, hogy a bűn 6000 éve tesz tönkre minket, de Jézusnak van egy ígérete, hogy minden hiányosságunkat kipótolja. Jó, akkor még maradjunk egy gyakorlati megvilágításnál, és Balást kérdezem, hogy volt esetleg olyan tapasztalatban részed, hogy egy ilyen pozitív megnyilvánulást láttál valaki részéről, egy felebaráti megnyilvánulást, vagy te magad esetleg valamikor tettél olyat, amit még magadról se gondoltál volna, de akkor abban a helyzetben helyt kellett állni? Igen, volt. Az egyik osztálytársammal nagyon sokat veszekedtünk, és sok volt a nézeteltérés köztünk. Egyik nap az iskolában olyan feladatot adtak, amit sehogy sem értettem, és az osztálytársam odaült mellém és segített megoldani. A második kérdésre válaszolva, igen, volt még egy ilyen tapasztalatom. Az egyik barátom sebesen ment lefelé a biciklivel, és egy váratlan pillanatban megcsúszott. Pont arra jártam, és észrevettem, hogy milyen nagy bajban is van. Rögtön felhívtam apukámat, és bevittük a kórházba. Milyen jó, hogy még egymás fele barátai lehetünk akkor is, hogyha nem ismerjük egymást, vagy segíthetünk egymáson. Az önfeláldozás példája az Úr Jézus Krisztus személyében a legnagyobb példa szerintetek. Hogyan tudta ezt Jézus gyakorlatba ültetni, megvalósítani, amikor itt köztünk járt a Földön? Azt hiszem, erre a kérdésre a választ János 3.16-ban találjuk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tehát Isten olyan önzetlen szeretettel szeretett bennünket, embereket, hogy képes volt feláldozni az ő egyszülött fiát, Jézust, és ezáltal megváltsott bennünket. Jézus pedig úgy szeretett minket, hogy ezt vállalta, szenvedett és meghalt érettünk. Mi emberek nem tudjuk teljesen megérteni a megváltási tervet, ezért erről fogunk tanulmányozni egy örökké valóságon át. Számunkra az ő szeretete a legfontosabb, mivel meghozta érettünk ezt az áldozatot, és ezért hálásak kell lennünk. Ez a szeretet kell bennünket is jellemezzen, és ezt kell átadnunk a mi fele barátunknak is. Jó, hát akkor egy utolsó kérdés. Szerintetek hogyan hasonlíthatunk a legjobban az Úr Jézus Krisztushoz az önfeláldozásban, abban, hogy másokért tegyünk valamit, és ezt a lehető legjobban, a lehető legtöbbször. Feltevődhet a kérdés, hogy milyen is volt Jézus önfeláldozó jelleme. Ugye a legnemesebb dolog, amit értünk tett, az az, hogy meghalt a keresztván. Elérte az önfeláldozásnak azt a szintjét, hogy a saját életét odaadta érettünk. Én úgy gondolom, hogy minden ember fel kellene tegye önmagában azt a kérdést, hogy ő képes lenne fele barátjáért, vagy akár Jézus Krisztusért az ő életét is odaadni. Lukács evangéliumában úgy írja az írás, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből és teljes lelkedből, és minden erődből és teljes elmédből, és a te fele barátodat, mint önmagadat. Jézus itt meg akarja nekünk mutatni, hogy mennyire fontos a szeretet. Mennyire fontos az, hogy tiszta szívből szeressük őt és másokat. Ha a mentalitásra és a cselekedetre kicsit kitérhetnénk, erre van két íge. Filippi beliekhez írott levél 2.5-ben azt írja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban. Illetve az Efézus beliekhez írott levél 2.10-ben.
Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Itt választ kapunk arra, hogy milyen cselekedet és milyen mentalitás gondolkodás által. Ugye a jó cselekedetekkel övezzék a mindennapjainkat, és a gondolkodásunk az legyen bölcs, mint amilyen Jézus Krisztus is volt. Ne felejtsük el, hogyha bármit teszünk embertársainkért, azt Krisztusért tesszük. Köszönöm nektek a válaszokat. Köszönöm Janko Benyámi lelkipásztornak, hogy itt lehettünk, és a Széki Ifjúság egy töredékével, mert tudom, hogy sokkal többen vagytok, elbeszélgethettünk ebben a kérdéskörben. Köszönjük mi is, hogy eljöttetek, és örülök, hogy ilyen szépen válaszoltatok minden egyes kérdésre. Én azt kívánom magamnak is nektek, hogy megtapasztaljuk a Jézus fele baráti szeretetét, és mi is irgalmas samaritánusok legyünk akkor és ott, amikor arra szükség van. Mert amikor Jézus megérint bennünket, akkor van, amiből merítsünk, van, ahogy segítsünk a máson, van, amiből adjunk, mert nem a miénkből adunk, hanem a Jézuséból. Legyünk hát egymás barátai, még akkor is, hogyha nem vagyunk esetleg baráti kapcsolatban. Ezt kívánom nektek, és köszönöm, hogy együtt elbeszélgethettünk. Reményik Sándor, Isten arc. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lét előtti létem emlékképe. Föliben ezer réteg tornyosul,
de én érzem ezen rétegen alul. Csak nem tudom, miként került a mélybe. Egy Isten arcon eltemetve bennem, néha magamban látom, néha másban. Néha állok itt, mint fosztott ág szegényen, ha rosszkor rossz órámban eltűnik egész alter egém az örök vándorlásban. Egy Isten arcon eltemetve bennem, a rárakódott világ szenny alatt, a rám rakódott világ szenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem. S most ásót, kapát, csákányt ragadok, testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek. Mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánsza. Thank you.
A műsorunk végéhez érkeztünk, és meg szeretnénk köszönni a kedves nézőinknek és hallgatóinknak, hogy ma ismét velünk tartottak. Fontos információk hangzottak el olyan fiataloktól, akik talán már megismerték, mit is jelent valakinek a fele baráti szeretetét érezni. Valós tapasztalatokat hallhattunk, amelyek alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy egy jó cselekedet megtétele, egy kedves és váratlan gesztus nem csak egyetlen személyt tud szeretettel eltölteni, hanem egyszerre kettőt is. Ha mi is vágyunk arra, hogy ilyen szeretetet tapasztaljunk, akkor legyünk bátrak, és tegyük meg az első lépést ebbe az irányba. Ez a gondolat bátorítson minket a mindennapjainkban. Köszönjük, hogy velünk tartottak ezen alkalommal. Az Úr áldását kívánom, a viszontlátásra! Ki a kedvenc bibliai szereplőd? Sámson az erős, vagy Salamon a bölcs, vagy inkább Dániel az alázatos? Jézus szavai szerint lennél inkább galamb, vagy kígyó? Mit teszünk akkor, amikor Jézus olyat tanít, ami nekünk nem tetszik? Tarts velünk március 7 és május 23-a között minden vasárnap este 21 órától a Facebookon és a YouTube-on, hogy együtt fedezzük fel azt, amire Jézus tanít.